reggel, Vietnám üdv a csatornán. Szevasztok, papikáim, képer jelentkezik a következő Summer Days to Die-ra, iszel, amiben megint egy csomó rohom van, úgyhogy nem is tudom, hogy végére érünk-e. Jaj, volt egy ilyen új, de jó lesz, ivárom ezt a táblát. Na, azt gondoltam, hogy ki kéne pakolni, és össze kéne pakolni, mert itt minden szana széjjel van. Tényleg, egy kicsit rendezgessük el itt a dolgokat, mert tényleg azt tudom, hogy mi vagy van. Mi ez a sok lőszer? Miért van állományi sok lőszer? Basze! Jó, rakjuk ki a fát, mondjuk ez is fánc számít, és akkor most teljesen újra gondoljuk itt az egészet, mert már tényleg rettenetesen ide össze van minden kutyulálva. Valószínű, hogy építkezni fogok kint, úgyhogy arra számítas, van lehető dolgok, kint kell gondolni. Iron. Jó, Iront is, gyerekek, most komolyan én mindent kirakok. Egyébként volt a célom, Bandi, azt írtad, hogy nincs a célom, de volt. Ja, ízét akartam csinálni, mi? Ja, a fátját csináltam is, álljál meg egy szóra, mi van itt? Itt még mindig készül a víz, jó, kajámozban megint biztos, hogy nincsen, úgyhogy ez nagyon szuper, ilyen növényíros tudna is, körül nem kell, ez nem kell, és az kőhöz még menjen kis agyag. Ja, szerveshez akkor mehet ez a... ide. Ez olyan, mint az a kutyaszar, amikor nagyon sok benne kalcium, tudja, hogy mindenki tudja, miről beszélek. Ja, 9 mm-es töltény. Ez még mindig jó alapotban, jó 9 mm-es töltényt, azt ide rakom. Már van előbb egy csomó, a 762-es, azt ide rakjuk. És a 10 mm-es töltényt, azt meg magunknál tartjuk. Milyen tyúk tartjuk be ezek? A tartjuk az olyan, amelyik kopasz, érted? Kapára meg már szerintem büdös életben nem lesz szükségem, úgyhogy azt belerakom ide. Valószínű, ugye most mit kapáljak már, nem tudom, valószínű. Ja, de valószínű, hogy kell, hogyha trágyázni akarom majd a földet, de most azt nem akarom. Jó, nézzük. Azt hiszem, nincs olyan magam, amit elvethetnék, ezt viszont el kéne nyomnom majd. Ja, 2 darab géppisztolyom van, de jó. Jó. Aha, oké. Viszont akkor az egyiket kirakom. Ide. Csak egy kicsit kivegyek építkezni szerintem. Beton témával hogy állunk, gyerekek? A 2-8, az nagyon kevés. Ja, hát ez is nagyon kevés. Kéne beton, mert akarok beton dolgot csinálni majd. Mindjárt el is mondom, hogy mit. Viszont akkor a stone dolog. Ez is kellene. Szeretném lebetonozni ott elől azt a placot. Ugye, itt van egy betonkocka. Ezt is visszük magunkkal. Van cementünk, viszont nincs kövünk. Ugye, az a nagy baj. Itt is van betonmixünk. Ja, nincs kövünk. Az a gáz. Ezt meg kitapcsolom, mert miért megy. Fiakaja szintem, az nem tudom, hogy áll, de szerintem szarul. Képességpontom mennyi van? Van egy csomó Raidlivel. 61, de azt még egy kicsit gyűjtögetem, aztán majd, hogyha nagyon kell valamire, akkor akarom elrakni. Jó lakottság, meg ez nagyon szarul van, és nincs mit ennem. Baj. Vízem van nálam, úgyhogy akkor azt tudok én. Jó, megyek ám kidolgozni, az lesz, meg lehet, hogy ültetek fát, meg közben, ja, le akarom betonozni ezt a placot itt elől, ezt az egész is dolgot, akkor meg akarom csinálni egy ilyen bekerített zónává. Oké, ne nyomjuk neki, gyerekek. Hogy ez itt, amikor kilépek, akkor tényleg ott valószínűleg el is fogom kertelni, ott is el fogom kertelni, aztán így lesz. Nem kertelünk, gyerekek. Ja, ide meg egy lépcsőt is. Nem akarok lépcsőt csinálni, mert még ugye fölösleges. Na, így nézünk ki, ugye. Innen izé van, lyukka, innen lyukka van, onnan meg izé a másik fajta téma. Viszont ide akartam én. Írtátok, hogy ilyen, csinálja már ilyen oszlopokat ide. És akkor arra rakd a fákat, sokkal jobban néz neki. Úgyhogy akkor az lesz. Én ide dobok fákjákat, és le is szedem a falakról, és szerintem tényleg jobb, mert ugye akkor így bevilágít minden. De várjál! Mint hogy magasabbra kéne, mert ugye magasabb lesz a... Magas lesz a lyukor, nem, hogy a fákját leveri, vagy mit tudom, én nem tud nőni tőle, vagy ilyesmi. Kirány mód, jó van, ide a fakjákat. Beszedem őket.
De nekik el van törve a lábam, szerintem egész életben be lesz a játékban ma. Ugye nem tudod kitaposni a növényeket, ez nem Minecraft, úgyhogy faszol. Abba lehet, ugye? Nem is tetszett, hogy itt van, hanem akkor az oszlopokon legyen. De jobb lenne világítás. Mit? Úgy, világításokat kéne összeszerelnem. Tudjátok, van az a light. Aztán akkor azokat raknák, az úgy még hangulatosabb lenne. Vagy pedig azt inkább akkor kívülre. Meglássuk. Van egy csomó fákjám. Minden oldalára rakok. Ezt jól fog kinézni. Na, akkor jobban is el tudom rendezni, hogy össze-vissza van. Na nézzük, hol a fákja. Ja, így. Így írta valaki. Legyen itt sokkal értelmesebb, szerintem is egyébként. Na, mindjárt kikapcsolom ezt a kis kapcsolatom. Na. Igen, ez így sokkal érdekesebb. Jó ötlet. Egyébként szerintem a játék zenéje most be van kapcsolva. Nem túl hangos a játék. És az utóbbi időben sikerült elhagyagolnom azt a játékot, mindig keresem az új lehetőségeket. Most nagyon nagy sok projekt fut egyszerre. Ez az. Jó, az király, jó. Na hát ez így sokkal jobb, és gyakorlatilag nézzétek meg. Nem még semmilyen fejlámpa, és teljesen jó ki van világítva. Hát ez itt sokkal szuperebb. Ugye? A kert. Ez itt a kert. Csak gyerekek, valami csörög. Betű telefonja volt ébresztőn, az közben meg már nincs is itt. Nincsen már itt ez a Na gyorsan meg kell nézni, hogy kb. Hogy akarjuk. Jó lenne, nem kigyiratnom magam zombikkal. Jó lenne megtervezni, akkor hogy legyen ez az egész. Össze kéne betonozni az egészet, szerintem így eddig biztos. És akkor az lenne a frankó. Gyakorlatilag a kapunak a vonaláig elbontani azt a hegyet. Ugye? És akkor itt egybe betonozni. Na akkor az lesz akkor a projekt, úgyhogy akkor ássunk egy kicsit, legalább lesz egy kis kőzetünk is. Ugye? Tényleg remélem nem hangolt a játék, olyan fura most. Viszont lehet, hogy meg kéne kezdeni innen a dolgot. Tehát egy kicsit hadd gondolkozz. Egy lépcsőfokot még lejjebb kéne hozni, és akkor szerintem jó lenne. Igazán... Ez kéne... Na várjátok, rakjunk le! Csináljuk gyerekek, mert ez így nem lesz jó. Mondjuk arra gondoltam, hogy ugye akkor itt ebbe a magasságba kellene lebetonozni az egészet. Ugye akkor kijövünk, akkor egy lépcsőfokot még azt hiszem, hogy le kell gyalulnom. Ahhoz. Igen, ez így kell lennie. És akkor ez... Nem lesz egyforma magas azzal, szóval ide egy lépcső lesz. Viszont, így akkor nem az ablak. Na ugye, hogyha ide raknám, akkor lenne szinte azzal, viszont akkor ugye az ablakot takarná. Szóval az nem frankó. Na, csapjuk neki gyerekek, az a lényeg, hogy ki kell szednem. Az baj, hogy nagyon fényes, azt tudom. És akkor teljesen be is kerítjük, szöges drótta meg mindennel, meg fallal. És akkor ide már nem jön be zombi, tehát akkor éjszaka is tudok mászkálni. Gyakorlatilag a belső bázisom az már külső bázisnak is minősülős lesz. Csoda jó, hogy innen jön kő most, tudod. Szóval ez egy faszol lesz. Ja, még egy szintet lejjebb kell nyomnom. És ugye itt nem kell nekem betonnak lennie, hanem ez a macskakő az bőven jó lesz. Majd meg is erősítem, hogy jól nézzen ki. De tipikus azért például bunkerszerű stílusban fogunk építkezni. Na, ilyen mélyre le kell ásnom az egészet. Meg kell simítanom, le kell ásnom ezt egy csomó követ, ami nagyon jó. Jó van, oké. Pont Joe kérdezte, hogy mi lesz a következő projektem. Hát ez lesz a következő projekt, meg még ráadásul most, hogyha ezzel végzek, ezzel az aszfaltozással, akkor kitaláltam valamit.
amit már régebben kitaláltam, hogy be akarok zárni egy sikító zombit. Azért akarom bezárni, hogy csinálok egy olyan zombi várót, aminek a közepében benne lesz egy sikító zombi, és kívül meg tudok mozogni én, és folyamatosan ölni a zombikat, a sikító zombi megállás nélkül fogja vonzani a többi zombit és mindenféle élőlényt. Én meg gyakorlatilag tudom azokat ölni, és folyamatosan tudom utolni, és eszméletlen sok cuccom lesz. Úgyhogy ezt akarom megcsinálni majd valahol ott kicsit előbbre. Ide is kérem majd fafrém, úgy nézem. Már csak azért, mert fel kell töltenem a telepet. Már úgyis kell rengeteg kő. Hoppá, hogy ezt kiütöttem, ja. Jó, már megcsináljuk az udvart, jó gyerekek, aztán napközben meg lehet, hogy még elmegyek egy tyúkát szedni, meg aloét, de hát inkább nem. Az most az egyelőre elég, aztán akkor, hogy beérik, akkor úgyis majd tudom még egyszer felnyomni. Újra jó lesz, jó lesz, jó lesz ez a bázis. Mondom, meg rakhatok egész végig ilyen rampát, és akkor ugye nem kell lépcsőznöm, meg ugrálnom sem, meg semmi. Ez kevés, úgyhogy izé kellene. Térkő. Térkő blokk mennyi kell? Siván gyerekek, siván az összeset megcsináljuk annak. Ez fasza lesz az udvar. Viszont a kitöltést azt mindenképp fizével fablokkal fogom megoldani. Lehetne itt egy lépcső is, de nem jó, mert akkor meg oda nem illeszkedik. Igen, azt is be kell tennem, tudom azt a részt is. Azt is megcsináljuk ilyenből, és akkor frankó lesz. Gyerekek, kövezzük az udvart. Ezerrel. Most már majdnem átmentem én kreatív módba, mi már annyira belakjuk ezt a dolgot, hogy már itt csak az csinosítás, építkezés. Ja, igen, itt nem tudom, hogy mennyire illom. Most ezt a sort még meghúzom, és akkor jövök fablokkal is alápakolni. Nagyon király lesz. Hozok fablokkot fel, mostan hét szerintem. Jó, van baj. Új, de még ráadásul kajások is vagyunk. Mária. Fablokkot akartam. Jó, ennyi biztos kell, úgyhogy akkor hagyjunk. Hát sajnos el van törve a lábam, 8% kajával, úgyhogy még kaját is kell szereznem. Ennek sem nagyon örülök. Jó, fablokkal meghintjük. Igen, ennyire fel kell... Jó, hogy már megint ez a feltöltés mizéria, mi? Hú, az a gyerekek, bocsász. Ennyire fel kell töltenem. Mégis nem kéne mizéria szerintem teljesen. Na jó, azért rakjuk így. Csak össze ne roskadjon. Na most a kő alatt nem roskad össze, akkor semmi alatt, nem igaz? Ja, éhes vagyok, pazárt. Ezt akarom kiküszöbölni ugye a kertel majd. Jó. Fasza. Volt földem, azt is betölthetném, nem? Szóval akkor nem csak fablok lenne. Szóval azt helyre raktam, tudom. Ez a gond, igen, ja már a kő készül, jó, hozok földet, azt is betöltöm. Meg addigra tudok oda rakni. Igen. Látok ezt így, és akkor ilyen tök jól fog kinézni. Ja, ide kell egy lépcső, vagy pedig rampa, vagy valami bármi.
Sajnos lassan mozgok, sajnos kajás vagyok, minden bajom van. Csak akartam, ja, itt a stone-ban van ilyen termőföld, égetett föld, aszfalt. Az aszfaltot nem használom, viszont a rampát viszem, mert akkor azt azzal ki tudom rakni. Ja. Micsoda fényerő van. Azt hittem még a villag. Az tab, nem. Csinálom ezt addig. Tök jó lesz, itt nem kell akkor idejének se lenni, a lépcsőnek se egyből be tudsz menni. Összeroskad, megőrülök. Nem is baj, hogyha földet töltöm ki. A földet szerintem nem tud összeroskadni így. Az anyád, de kaktusz, most mindjárt kivágulak az anyádba. Mi vissza? Most egy lyukkal bekapom. Az mennyit növelt? 2%-ot. Végülis ha van 100 lyukkád, vagy akkor az se rossz kaja. És szerintem azok nem, ugye wellness nem nagyon növelnek. Persze nem lyukkával fogom tömni a pofámat állandóan. Jó, hát ezzel simán végzek, szerintem egy maximum délre, de még addig annyi idő alatt se. Jó kaput csinálunk, van az a lenyíló kapu, gyerekek, olyat kell csinálni, tudod melyik? Mint a várkapu. És akkor ezt ugye le tudod nyitni egy várárok fölé, és akkor csinálunk egy várárkot is. Meg oda is kéne egy kapu ahhoz a bajárathoz, és akkor teljesen zárták tenni ezt az egész placot. Na gyerekek, akkor most ez, különben az a durva benne, ugye, hogy azért nem olyan túl jó ez az elrendezés, amit én ide műveltem, mert ugye egy domboldalban vagyok egy síkterepen, egy ilyen várat, tök sokkal jobban meg lehetett volna csinálni. Várat? Már várat csinál a skipper? Hű, de nagyon jó egyébként. Na, ugye itt is akkor fölmenne a fal, meg ott is fölmenne a fal, és akkor itt az már egy full zárt lenne. Mondjuk akkor ott nem kéne, mert a csapdákkor hadd topzódjanak. Tök fölösleges, akkor ott... Ne! Milyen vagy rossz, az rossz helyre. Kajások vagyunk, jó van. És a lyukkal nem fog megbeérni annyi idő alatt, úgyhogy mindenképp izé lesz szívás. Jó, van, közben csinálj a fakeretet is. A földet be kéne tömnöm, nem? Ha már egyszer van. Én azokat beszórom ide. Erre, arra. Hogy ezt máshogy rakja, az kicsit olyan furcsa. Hogy ezt nem blokkonként rakja. Ez nem szögletes, hanem ilyen hülye alakzatban. Valannyival kevesebbet kell berakni másból. Termőföldet valószínűleg nem akarok. Hát ilyen virágokat ültettem volna ide, nem? Lol. Nem is hülyeség. Ilyen virágos kertet gyerekek létrehozzuk. Ez még kéne. Jó, legalább ez elfogyott, figyelj. Majd megvan a jó oldala. És ott már lassan ugye nem kell megint töltenem, hanem inkább mindjárt lejjebb lesz. Menj oda be a helyedre, Mari. Kertészkedünk. Van, nem kertészkedek, hanem... Ez nem kertészkedés, hanem vizet. Udvarkészítés. Nem udvar, hanem udvar. Tetszik egyébként. Ja, most nagyon ráfügtünk különböző játékok keresgetésére, amit multiplayerbe lehet nyomni. Például, nem tudom, ismeritek a PD2-t, az egy ilyen... betörő szimulátor szerint mi a fasz? Gyerekek! Hajjaj! Ugyan meg ma van, barát!
Hát már nem lesz laukorja. Mi van? Ezért hirdettem bulit, vagy mi van? Hey! Gyerekek, mi van? Ezért van? Diszkó, diszkó téma. Bezárt a diszkó már régen. Jó. Figyeljetek, engem nem zavar, hogy jöttök. De valamit hozhattatok volna ajándékot. Nehogy ma esemi nincsen nálatok. Jó, van felső, mennyi. Mennyi. És ó, jó újjukat! Kettő kaja is volt nála. Tabletta, meg kaja, figyeljetek, eszünk akkor. Ez nagyon jó. Egyébként aztán az pont, ez régen, ez a kaja, ez régen jó volt. És ma annyira nem. Ez sokkal jobb volt. Na jó, mindegy, legalább akkor tudok tovább dolgozni, én ennek nagyon örülök. Na, akkor így csapatjuk. Nem, már nem kell olyan sokat. Ja, megtávarodt így az mini horda. Na, egyébként szoktak ilyenek lenni ilyen kis, mondjam, ezek tényleg ilyen mini hordák. Jó, és innen már ástom kell, úgyhogy az lesz benne jó. Ja, azt a ízet is meg akarok csinálni, mindenképp ma azt a kaput. Egyébként ez valami kiégett föld, figyeled, ami íze, amit leraktam. Na mi a ja, most jöttek ide a ízeik a gyerekek. Hát unna le abban, mure. Aztán volna kaját. Azt a szerte. Ezeket úgy utálom, mert nem tudsz fejvelőni egyszer. Nem végre. Ez nem fejre ment, barát. Mellemre is, mami. Az nem tör. Jó, nincs semmi náluk, ami jó lenne. Na mindegy. Igen. Ezt fel jó lenne befejezni, csak nem tudom, szerintem nem lesz elég a kűjem, de igazából a macskakövet elég. Ez a macskakő, ez a gyakorlatilag legegyszerűbben előállítható építő anyag. Ilyen, ami már azért nem izé, nem fából. Hát azért meg ide jöttek, és akkor most itt próbáltak ezt utálom. Nem tudsz fakóri miatt a... Pedig nagyon jó lenne. ...72 kevés lesz, mindegy, nincsen semmi gond vele. És akkor itt lesz majd egy, itt egy kapu, és egy ilyen lenyíló kapu, és oda akarok egy várákot csinálni. Ez lesz a faszom. Aha, itt ezt ahogy neked gyalulnom ezt a izét területet. Ja, és igazából, aha, itt lesz egy fal, de ott az üvegen keresztül meg bejöhetne. Nem tudom mennyire intelligensek, szerintem olyan nagyot nem kerülnének, hogyha például én itt hírjereznék, érted? Azon filózok. Tényleg már ásni kell lám, azért odébb kell másznom. Ott is ásnom kell. Talán így beszakad be az egész. Nem tudom, hogy a föld az például nem szakad be egy blokk távolságot, meg áthidal a macskakő. Macskakő gyerekek! Szóljatok, külök! Elfogy. Semmi macskakövet. Macskakő dolgok. Sokat nem tudok. De majd mindjárt fogok tudni, mert bontjuk a falat. Azon. Nem jó helyre raktad kipőt. Ja, itt van egy ilyen idején kókány bokor. Azt erre nem lehet ám rárakni. Itt vannak ezek a zombi cuccok. Ja, rá fogok függeni arra még, hogy csinálok. Trágyát. A trágyát meg úgy fogom megoldani, hogy bezárok egy ilyen sikító zombit, és csalom a zombikat, és folyamatosan szétverem őket, és akkor rengeteg rothadt húsom lesz. Az a nitrátium, potátium, motátium, az meg annyi van, mint a sár. És ez úgy jó lesz.
Hadd menjen. Jó, jó lesz ez. Oké. Okay. Fel kell upgrade-re, szép kell várni ezeket a hülyéket itt. Most megint ugye termelődik ez a, ez a blokk, azt azért egy kicsit vártam. Ezt is szép kérevédni. És még abból is kijött növényrost. Annyira megcsinálták ezt a játékot, hogy ugye tényleg abból van a vadártészek, hogy általában is kijött belőle. És ki tudod szedni a növényrostot a vadártészekből. Szétütöd. Szia, vágod, várj egy csupakor. Azt neki rendül inkább akkor itt a... Ja, jó van, ez szerintem ez egy fasza. Volt nekem olyanom, hogy rampám, azt akartam. Mindenképpen. Ide. Meg oda is, ott a sarokra végig. És akkor így egy kicsit egybefüggőbb az egész, mindjárt meglátod. A pont oda nagyon nem akartam berakni, de azért be sikerült. És akkor amikor közlekedsz, nem az, hogy ugra-bugrálni kell, vagy ilyesmi, hanem simán fölpattansz rá, mint a motorra. Jó van, ez jó. És akkor föl is upgrade-elhetném, ha már egyszer addig. Csak mert annyira idegesít, hogy nem jól néz ki. Mi a bitige? Mi a helyzet van? Mit ordítol le? Minden jó? Játszod a 7 Days to Die? Ha? Nem live, úgyhogy ne köszönj be. De beköszönhet, mert hallják ám, hogy mit gondol. Mondjad szépen, szavaztok gyereki. Sziasztok. Jó reggel. Erre szerintem este van nekik. Nekünk reggel. Nekik este van, nekünk reggel. Na, gyerekek, akkor itt kellene. Szerintem akkor ezt kiásom itt, és akkor eddig lesz a falacska. Jó, meg kellene csinálnom azt a valamit, azt a hidat, hogy hova kerüljön, jó? Ez a lenyíló híd. Tudja valaki azt, hogy épült fel? Nem tudok csinálni. Eddig itt kiásom, és akkor meg lesz a helye. Komplett terraformálást hajtunk még rá egyébként ebben a játékban, most már rájöttem, hogy állandóan az van, hogy szétások mindent. Ez is jó. Még egyet. És eddig kell. Eddig kell lebetonozni. És megint egy kis kő, abból tudok csinálni ugye. Kőugat. Várjál. Akkor itt lesz az a fal, itt lesz a lenyíló ajtó. Na, szerintem az ajtót kéne először berakni. Megcsinálom az alapját, utána berakjuk az ajtót. Szóval kívül csapdázom, mint az őrültek. Szóval a hegyet úgy kéne elbontanom, hogy ne essen szét. Hát, de nem sikerül, jó, hülye vagyok. Már ebből lenne csomó kövem. Akkor tudok bele dolgozni. Úgyhogy annyira ne csesszük szét, hanem fölülről lefele ugye. Így ne. Jó. És akkor menjünk rá az ajtóra már, hogy eljösségedre. Ditike, te neked minden videóban ilyen szereplési maniád van, mert a tüsszentéseddel. Azt úgy élvezed. Eddig lesz bekövezve. Ugye, ezt kell majd kitöltenünk.
Vagy sok mennyi van? 11. Úgyhogy még a kövekből megint csinálunk. Így. Mi neve? Mocs. Cicakő. Mi volt ott? Ott volt valami bub. Jó, a srácok, ráfekszünk arra. Tudjátok mire. Megnézem földről, hogy néz ki. Na, ez nagyon folyén lesz, gyerekek. Akkor itt lesz egy fal. Itt ide akarok egy falat, erre felére. Itt végig. Ilyen jó magasat mondjuk. Ott is lesz egy fal, meg ott annak a tetején is lesz egy fal, és akkor itt meg le fog menni. Vagy lehet, hogy be kéne kerítenem még a... egy nagy fallal az üvegházat is. És akkor itt szabadon mászkálhatok, nem zavar semmi. Ja. Ide egy ajtót mindenképp akarok, még egy olyan garázs ajtószerűt, hogy azért ne egyből bejöjjenek. Meg akkor azt a nagy csapóajtót, ez azt nem tudom, hogy kell, vajon. Ajtó, nem? Majd. Ez nem ajtó, az valami más. Mi a túró, ha nem ajtó? Valami micsoda? Hol van az építkezésnek? Vagy rámpa? Nem. Nem jövök rá, mi az? Mi a szar az? Mi az, gyerekek? Nem ajtó. Ja, igen, a mocskakőve. Szerintem itt lesz. Ilyen hülye alakja van. Szoktam ahol látni. Hát itt nincs sehol. Olyan, mint egy ilyen ferde ajtó. Hol lehet? Szelszám csapda, ott biztos nem, ugye? Nem. Alapanyag biztos, nem. Alap. Se. A szarra neve annak a szarnak, gyerekek. Na, ez mi lehet az? Nem ajtó, hanem... Nem jövök rá. Még az nagyon kéne. Na nézzük az izét. Akkor megcsináljuk addig a térkő. Csak itt fog kattogni nekem. Mi a szar lehet az? Lehet, hogy csak az itt mutatja? Nem hiszem. Itt van! Megerősített felvonó. De miért felvonó híd? Felvonó híd. Kovácsodvas kell. Úristen, 100, 2000 fa, 20 rugó és 30 mechanikus alkatrész. De várj, megerősített felvonó. Lehet, hogy akkor az... Igen, ez felvonó híd. 20 rugó, 30 mechanikus alkatrész. Baromi jó. Na várjátok. Ez megvan. Elektronikus alkatrész. Hol a mechanikus? Nincs is. Beszáll ki velem. De miért nincs? Udekar. Hol van? Nincs egy darab mechanikusan nincsen. Azt nem tudok csinálni mechanikus alkatrészt egyébként? Esetleg.
Így van. Aha, üzsé kell hozzá, kovácsolt acél kell hozzá. 2 és ragasztószalag 1. Jó, akkor az meg viszont van. Jó. Oké. Ragasztószalag. Nincs ragasztószalagok? Hülye vagy? Ragasztószalagot vagy kell akkor. Ragasztószalag. Vászott darab és enyv. Enyvben mennyi van? 13. Úgy gyerekek, ez nem lesz egyszerű, mi? És akkor vászon darabom, az meg nincsen, mert elhasználtam a izéhez. Úgyhogy gyapot kell, jó. Okay. Vagy pedig van egy csomó ruhám, azokat szét kérek adnom. Ami igazából annyira nem érdekel, hogy van-e, vagy nincsen. Na. Jó, amíg most addig kirakom, most cseszhetem. Jó, ami nem szétszettük, azt is dobom. Okay. Ami valószínűleg szétszettető, olyan keresek egyébként. Bőrkabát, hát az abban érdekes. Gondoltam, abban nem lehet, jó. Na meg vagyunk. 13, akkor ragasztószalagot kell csinálni. 13, jó. Oké, alakul. Mindjárt, igen, annyit tudok csinálni max. Jó, 13 ragasztószalagom lesz. Acél kell, és akkor tudok csinálni mechanikus alkattész. De hát ez meg mind kevés. Mechanikus alkattész. Csak padnál tudom. Nem tudok csinálni, mert izé kell hozzá. Valami... Jújj. Valami hiányzik hozzá, valami olyan, ami... Valami képesség lesz ez. De túlél a full forest gyors gyártás, ez mi? Gyártási idő, javítom. Nem, a cölk kovács. Atlétika. Az biztos nem. Biztos nem. Acélkovácsolás. Na erre, ez micsoda. Aha, itt van. Ezt kellene növelnem, ugye? Jó. És akkor most már elvileg tudok. Szerintem... Nem. Még ott volt a mechanikus alkatrész is. Construction túl kellene, hát felre menni neki, az meg valami. Gyártás, nem az? Nem. Talán ez lesz az. Igen, acélkovácsolás. Na most furra felnyomtam az acélkovácsolást. Hát hogyha most se tudok, akkor megőrülök. Na most már tudok, jó. Ez kellett hozzá. Ez kellett a mechanikus alkatrészhez. Csak az a baj, hogy ez végig balra kevés nekem, úgyhogy el kell mennem majd kirándulni. Tudjak olyan ajtót csinálni, viszont... De én nem csináltam egy ilyet, hogy... Egyszer, mint hogyha úgy emlékeztem volna, hogy csináltam is egy ilyet. Tényleg nem. Tényleg szerint nem.
Ez egy ilyen lenyitható ajtó, ugye? Ez baromira tetszene. Jó, menjünk. Kéne egy kis kaja is egyébként. Most nagyon rá vagyok függve erre. Jó, befejezzük a falat, akkor még nem tudom felhúzni, sajnos, mert... Az ugye eléggé hülyed néz neki, hogy... Majd nem tudom, igazából azt tudom, mekkora az. Hány blokknyi. Sajnálatos dolog. De ez így van. Hát, hogy elmegyek gyorsan vadászni, vagy valamit szerezni, valami kaját. Vadászat lenne ugye jó. Ja, ezt meg ugye akkor lefalazzuk. Itt. Ezt csinálhatnám is mi. Megint nem lesz elég, sajnos, a kő. Lenne omoly, lenne omoly. Lesz, lesz. El kell mennem, következő rész, be kell mennem, rengeteg mechanikus alkatrészt gyűjteni. Ugye hát az... Jó, akkor ezért kirándulni fogunk következő részbe. Bevásárlókocsik, azok a legfontosabbak ugye. Nem tudom, ja, az egyik városba bemegyünk és akkor kirámoljuk az összes ilyen boltot. Ezt akkor lesz belőle bőven. Oké. Okay. Mondja, hallom, valaki jött hozzá. Jó fog kinézni? Szerintem jó. Gyors, ezt még fel tudom upgrade-elni, hát sajnos a többi részét már akkor ma valószínűleg nem fogjuk tudni megcsinálni. Jó, amikor aját kell szereznem be, az meg az a víz is. Oh. Meg úgy építkeznék. Legszívesebben. Jött a lyukka? Mint hogyha nem vagy nem. Na jó, menjünk el vadászni, basszus meg. Annyi mindent kell csinálni, hogy ez őrület. A lábunkat nehogy véletlen eltörjük még egyszer. Ott is vagyok. Ki van pucolva, üres volt. Hol van egy szarvas? Csak itt tudok közlekedni. Azért nem jöttem motorra, mert... Ah, ott visz, na je. Ah, meg Murray. Segbe lőttük, talán megdöglik. Jó is lenne, azt már menni. És akkor valami gyorsan figyelj, mert ugye ezt írjátok mindig, hogy ne legyen hülye keeper. Menj, man! Te várjál! Fut a disznó, hogyan? Hamajan, eddől nem kéred volna meg húnod. Most meghalt, jó. Spuri van. Ez meg is van, ez elhedelem. Szóval akkor faszaj vagyok. Honban a disznó? Segélybe. Segélyből akarok inkább, sonkát szeretnék. Kár, hogy nem lehet állatot tartani, nem? Egy-két disznót azért tartani az ember. Aztán néha levágná. Szarvas! Már nincsen ide, nyilvesszem. Van ilyen, megpróbáljuk ezzel. Alá ment szerintem. Kettő, úgyhogy még egy próba, azt ennyi. Jó, most jöhet akkor a másik nyilvessző. De ráfutok izébe, uzival azért. Mire lövök, vagy mi van? Hát el nem hiszem, hogy nem találja a gyerekek. És mi? Ott van a izé, kügy. Ez jó, mert be van izé, ágyazódva, úgy látok. De figyelj, az előbb betaláltam, most miért nem? Komoly? Valakba lőttem, jó van. Előttem 200 nyilvesszőt, de nem tudom, körbe van lőve. Jó lenne egyébként ebben a játékban is az lenne, már régen az Oblivionban megoldották, hogy
A nyilvesszeket össze tudtad szedni. Hát itt nem sikerül nekik, mi? Jó, megyünk haza, sütünk. Nehogy ilyen veszünk. Aztán akkor frankó lesz minden. Ja, és ez, igen, következő részben mechanikus ilyen el kell menni mindez alatt, mert izé van. Szóval ez nekem jó lenne, ha lenne. Mondjuk kizért világot látni. Összeszedünk annyi mechanikust, és a többi cucc az már meg is van, szóval más nem kell. Akkor meg tudom csinálni azt a kaput, amelyik ilyen lenyíló, és akkor egy várárkot nyomunk oda elé. Ki lehessen látni, föl lehessen menni falra, lehessen lőni onnan a zombikat. Meg hát igen, megerősítjük, akkor ez az egész bázist az lesz. Majd akkor sikítós zombis projekt bezárással az is majd alakuljon. Aj, rengeteg kő kéne, egy csomó minden kéne, gyerekek, az a bajom. Nehéz, kellemesen néz ki van a bunker rész. A torony is ott a tetején, van egy nagy vágám is, amelyik a városba tart. Most gondoltam volna pár része ezelőtt, hogy itt fogunk tartani. Mert van egy udvarunk, itt nem is tudom, mitől tárolhatnék is. Arról. Jó, jaj, menjünk kajázni. 3%, úgyhogy ki van azért számolva. Itt kezdtük mi, ez a befúrása, most meg már izé van, mindenki van épülve. Nagyon meg van csinálva, hogy játék tetszik. Na, akkor bekapcsoljuk, aztán akkor mi legyen? Grillezett hús nyomjunk. 11-et csak. Túl jó vagyunk gyerekek. Na. Csont. Már csomó csontom, abból meg enyvet lehetne csinálni, csak arra se tudja, ugyan. Pont ki van számolva, már lehetünk. Na jó, a gyerekek, tudjátok, mit fogok csinálni? Most ezt felrakom, hogy legyen egy rész mára, mert olyan késésben vagyok minden, de mint a lelki, és nem mind a borra való, úgyhogy akkor itt befejezzük, következő rész az annyira hosszabb lesz, és várnak benneteket a kűvi részbe is, akkor megcsináljuk a jó kis kecót. Vagyis a udvar részt, meg akkor igen, elmegyünk egyet túrázni. Na. Ciao!